Körösi Andrea, gyógypedagógus vagyok. Komplex zenei fejlesztéssel és neveléssel foglalkozom. Elsősorban a sajátos nevelésű igényű gyermekek, illetve fiatal felnőttek számára tartok zenei foglalkozásokat, illetve fejlesztő foglalkozásokat. Ezek a foglalkozások egy speciális pedagógiai módszerre épülnek, amelynek egyszerűsége abban rejlik, hogy kizárólagosan a színek ismeretére épít, illetve a formák egyeztetésére. Ezek a színek a zenei hangokat kódolják, amelyek a hangszereken megtalálhatóak, illetve a kottában egyaránt. Ezek a hangszerek kimondottan a gyermekek képességeinek megfelelően lettek kialakítva, illetve a későbbi bonyolultabb hangszerek pedig átalakítva a módszernek megfelelően. Itt az iskolában, ahol dolgozom, közel 100 tanítvány részesülhet ebben a fejlesztésben. Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen nagyon sok esetben a saját korlátaikat átlépve mutatják meg a zenei tudásukat egy-egy iskolai rendezvényen vagy versenyeken. Ez a Fővárosi Kulturális Fesztivál, ez a verseny, ahol most már számos esetben vagy kiemelt arany, vagy sima arany fokozattal tértünk haza. Így az iskolánknak nagy büszkesége az, hogy a gyermekek zenélni tudnak. Hiszek abban, hogy a zene által képesek vagyunk egy integrációra, amely biztosítja azt, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek ugyanúgy részese legyenek a társadalmi programoknak, illetve az épp gyermekekkel együttműködve közösen tudjanak programokat szervezni.